csavarodásmentes körbehorgolás az úgy történik, hogy az előző kört egy kúszószemmel lezárom, a kúszószem után egy öltést csinálok sormagasításként, itt áthajtom a jelölőszálat, és ugyanabba a szembe horgolom meg az első szemet, és azt egynek is számítom végig. És így, amint itt látszik a jelölőszálon is, nyílegyenes lesz az összeillesztése a horgolásnak, és nem fog csavarodni.